Adásunk elején rövid híreink következnek. Nem megfelelően megválasztott követési távolság miatt történt baleset a Keleti hídnál a 4-es főúton. Egy piros személygépkocsi balra akart kanyarodni, mikor hátulról nekiütközött egy tehergépkocsi. A balesetben a piros gépjármű vezetője sérült meg, akit a mentőszolgálat kórházba szállított. A helyszínre a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik áramtalanították a gépjárműveket. A helyszínen és időtartamára a hatóság munkatársai félpályás útzárat rendeltek el. Nagyhegyes határában egy személygépkocsi akart előzni egy tehergépkocsit, de a manővert nem sikerült befejezni. A balesetben senki sem sérült meg, de az anyagi kár jelentős. Az ütközés során a személygépkocsi az útmenti vízelvezető árokba sodródott. A baleset tisztázása és a műszaki mentés idejére félpályás útzárat rendeltek el a hatóság munkatársai. A 4-es elkerülő lehajtójánál két személygépkocsi ütközött. A balesetben két személy sérült, akiket a mentőszolgálat munkatársai elláttak, majd kórházba szállítottak. A helyszínen félpályás útzárat rendeltek el a hatóságok a műszaki mentés és a helyszínen is időtartamára. Szombaton délelőtt egy terepjáró közlekedett Derecske irányából Hajdúszlovát felé, amikor megcsúszott a kanyarban és az útmenti árokba csapódott. A helyszínre a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik feszültségmentesítették a gépjárművet és megkezdték az elsődleges műszaki mentést. A gépjárműben csak a sofőr tartózkodott, könnyű sérüléseket szenvedett. Négyes karambola, négyesem. A kemping bejáratához fordult be egy személygépkocsi, amikor még a főúton, a mögötte lassító, majd megálló kocsi sorba hátulról belerohant egy Audi. Az előtte állókat, mint a dominót, szépen összetolta egy bokorba. A négy kocsiba szerencsére csak egy személy sérült könnyebben.